2017. novembere óta használják az orvosok az elektronikus egészségügyi szolgáltató teret. Ide töltik fel a betegekkel kapcsolatos dokumentumokat, a zárójelentéseket, ambulánslapokat, laborleleteket. Ebben a rendszerben írja meg az orvos az elektronikus receptet is. Mivel ez a patikában is hozzáférhető, nem szükséges papírvényt magunkkal vinni. Személyi igazolvánnyal és tajkártyával vagy e-személyivel bárhol kiválthatjuk a gyógyszerünket. Az elektronikus receptet nem tudjuk elveszíteni, és akkor is jó szolgálatot tesz, ha például elutazunk, és elfelejtjük magunkkal vinni a piruláinkat. Fel tud minket hívni itt a rendelőben, mi felküldjük a felhőbe az ő receptjét, és ő akár Debrecenbe be tud menni a patikába, megmondja, hogy én vagyok XY, háziorvosan felküldte nekem a felhőbe ezt a receptet, ki szeretném váltani, és ő ott kiváltja. Fontos tudni, hogy az elektronikus recept mellett az orvos köteles egy felírási igazolást is kiállítani, amely csak nem teljesen olyan, mint egy hagyományos vény. Amelyik vényen itt szerepel ez a harmadik vonalkód, azt onnan tudjuk, hogy az már e-recept. Ezt a három vonalkódos papírt kell magunkkal vinnünk a patikába, ha hozzátartozó vagy ismerős gyógyszeréért megyünk. Ilyenkor nem elegendő egy aláírás vagy a beteg személyi igazolványa. Hogyha hozzátartozó gyógyszereit szeretnénk elvinni, akkor ez sajnos nem működik. Csak vényre, felírási igazolásra tudjuk kiadni. Hiába hoz meghatalmazást, akkor sem működik a dolog. Vagy a betegnek, vagy pedig a beteg részére felírt vénynek, felírási igazolásnak itt kell lennie. Ebben a patikában csak egy-két alkalommal fordult elő, hogy nem tudták kiadni a kért gyógyszert, mert a hozzátartozónál nem volt felírási igazolás. A minisztérium tervei szerint jövőre már kizárólag elektronikus recepteket írnak az orvosok, ám ehhez zavartalan internet hozzáférésre és a szoftver további fejlesztésére van szükség.